Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy már réges-régen beígért videóban. Bálna, mikor lesz Pokémon? Bálna, mikor lesz Pokémon? Bálna, mikor lesz Pokémon? Bálna, mikor folytatok? Bálna, mikor lesz Pokémon? Oké, elég. Kérlek, nyugodjatok már meg. Lesz szó erről majd ebben a videóban. Ez a Top 20 valós idejű stratégiák videó második része, ahol is a 10-től az első helyig fogunk elszámolni. Hogy mi az a valós idejű stratégia? Komolyan nem tudod? Hát olyan, mint a LOL, csak nem egyetlen egy nyomorult hőst irányítasz, hanem egy teljes népet, annak gazdaságát, hadseregét és diplomáciáját is. Az előző ilyen videómat elég minimális érdeklődés övezte, úgyhogy valószínűleg ezért is kellett ilyen sokat várni a folytatásra, de végre lekerül a bakancslistáról, tehát fogadjátok szeretettel a szerintem vélt top 10 legjobb valós idejű stratégiai játékot. Lots of dinosaurs. This will be the greatest theme park in the history of the world. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mindig tiszta libabőr leszek ettől a zenétől. Mindig is imádtam a dinókat és a Jurassic Park szériát, tehát amikor tudomást szereztem arról, hogy létezik egy olyan játék, ahol a saját Jurassic Parkomat hozhatom létre, mindent megtettem azért, hogy azonnal hozzáférhessek. Ez a Jurassic Park Operation Genesis volt, ahol egy dino vidám parkot létrehozva és különböző feladatokat teljesítve tudunk eljutni a csúcsra. Mármint olyan értelemben, hogy mi lehetünk a világ legjobb dinoszaurusz parkja. Habár a verseny nem lehet túl kiélezett, mivel csak egy park létezik. Várjunk csak, akkor az egész kampány egy átverés. Sokan lehet, hogy csak a Jurassic World Evolution ismeritek a mai népszerű youtuberektől meg twitcherektől, de amiről most szó van, az egy 15 évvel korábban készült játék. Őszintén szóval engem maga a park irányítása kevésbé érdekelt, sokkal inkább azzal szórakoztam, hogy miután felépítettem egy tisztességes méretű kerítést, különböző típusú dinókat harcoltattam meg benne. Arra emlékszem, hogy például a Spinosaurus mocskosul badass volt, 2-3 T-rexet is simán elfogyasztott, ha beraktam őket egy ketrecbe. A játékban egyébként volt egy klasszikus lakatlan sziget mód, ahol bármit az égvilágon meg lehetett csinálni, és én főleg itt töltöttem több száz órát a gyerekkoromból. Hey, csessze meg, ne! Már megint beleragadt a fejembe, ezt fogom megint is hétig dúdolni. Yeah! Űrorkok! Yeah! Űrelfek! Yeah! Óriási lépegető belező robotok! Yeah! Multiplayer mód! Csak játszani kéne megtanulni. A Warhammer franchise jövőben játszódó fejezetei, vagyis a 40K világa sosem érdekelt annyira, mint mondjuk a fantasy univerzum, de azt meg kell mondjam, hogy a Warhammer 40K Dawn of War és kiegészítői az egyik valaha készült legjobb RTS játékok közé tartoznak. A játék különlegessége a terepjátékos változatához hasonlóan a squad, vagyis csapat alapú mechanika, vagyis amikor előre küldünk egy csapat Space Marine-t mondjuk, akkor csak egyszerre tudunk velük mozogni, de ha ledarálnak valakit, azonnal pótolni is tudjuk nyersanyagért cserébe. Meghaltam! Már megint itt vagyok! A később kikerült Soulstorm kiegészítő még több fajt hozott be a játékba, aminek köszönhetően szinte az összes nép kampányát végig tudtam játszani, óriási élvezeteket okozva ezzel gyermeki agyamnak, de egyébként még mai napig előveszem a játékot. Bizony a Warhammer 40K Dawn of War nem egy mai darab, és sajnos a jelenlegi harmadik része a játéknak már annyira nem vonz, de hogyha valaki szeretne egy Dawn of War partit csapni néha napján, akkor írja rám Discordon, és nyilván süthetjük a dolgot. Egyébként amennyiben szereted a Pokémont, vagy más RPG-ket, és talán az RTS-eket is, mindenképpen keresd fel a Discordunkat, és sok más hozzá hasonló játékossal találkozhatsz, linkek a leírásban. Felség, mit tehetek ma önért? Nyírd ki azt a háromfejű sátánkutyát, itt van cserébe 100 aranytallért. Azonnal, uram. Itt! Úgy sejös! Át! Ne! Elérkeztünk egy igazi secret gemhez, ahogy azt angolul mondják, a Majesty egy nagyon-nagyon kevesek által ismert stratégiai szimulátor játék, ahol is a feladatunk mindig a gonosz elpusztítása zsoldosaink segítségével. A Majesty különlegessége, hogy a hőseinket, városlakóinkat nem irányítjuk, pusztán feladatok kiadásával és vérdia kitűzésével tudjuk őket rábírni a céljaink elérésére. Ez a fajta mechanika néha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon idegesítő tud lenni, különösen ha a méreg drága varázslód, akire rengeteg pénzt költöttél, például elbénázza a spelljei 90%-át, és pillanatok alatt lenyírbálják a démonok. A macska rúgja meg!
Később megérkezett a játék második része, a Majestic 2 és kiegészítői, amit még fantasztikusabb élmény végigjátszani, ugyanis sokkal több opciónk, fejlesztésünk és ráhatásunk is van a történésekre, valamint az ellenfeleink is még megszámlálhatatlanabb mennyiségben érkeznek ránk a szírózsa minden irányából. Továbbá külön élvezet egy Pokémon rajongónak, hogy a hősök 5 szintenként átalakulnak, és sokkal jobb képességeket, varázslatokat tudnak megtanulni, valamint felszerelés is vehetnek maguknak, ami ugyanúgy megváltoztatja a kinézetüket. Igen, jól hallottátok, neked csak a piacot kell megépítened, a hős maga keresi meg a pénzét és veszi meg magának a gyógyitalt, meg a pajzsot is. Marha jó játék egyébként, csak ajánlani tudom mindenkinek. Csű haver, mi újság? Hogy mondod? Lottai. Mi van? Nem értelek. Glasses. Magyarul mondjad már. Unauthorized transmission. Szóval volt egyszer egy Blizzard, aki megcsinálta a StarCraftot. Ez a játék volt a csúcs, amikor én voltam kb. 10 éves. Úgy képzeljétek el, hogy akkoriban a valós idejű stratégiákkal játszott kb. A legtöbb ember, meg talán a Csével. A Csé egyébként ma is a legnépszerűbb játékok egyike, de a StarCrafthoz hasonló játékok átalakultak mobákká. Ettől függetlenül a StarCraft és a Brood War kiegészítő az egyik legkiemelkedőbb játék volt a korból, és rengeteget tett hozzá, hogy az e-sport ma ott tartson, ahol. Érdekes módon ma is vannak olyan barátaim, ismerőseim, akiket a StarCraft Battle.net-jének köszönhetően ismertem meg, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot. Attól függetlenül, hogy soha nem éreztem magamat kifejezetten jó StarCraft játékosnak, a kampányokat végigjátszottam, és rengeteg multimatchet is toltam a Protoss nemzetséggel. Ez itt a Dragoon, ő volt a kedvenc egységem a játékban. Micsoda? Várj, ez azt mondja, hogy micsoda? Baszkéz, eddig fel se tűnt. A StarCraft második része is mindig vonzott, de annyira mégsem, mint mondjuk egy Alicia Online. Na jó, mi a fasz? Így tehát az első rész került fel csak a listámra, főleg a szép emlékek és a remek custom mapok miatt. A StarCraft tehát egy igazi játéklegenda, ez nem is vitás. Lángol a házam, most mi lesz, segítség? Ja, most már okés. Nehéz visszagondolom azokra az időkre, amikor a Cézár 3 jelentette számomra a számítógépes játékot, hiszen ez marha régen volt. A játékot 1998-ban adta ki a Sierra, ami egy 10 év múlva 2008-ban le is húzta a rolót. A Cézár 3 volt talán a stúdió egyik legjobb városépítős játéka. A korábban említett Majestyhez hasonlóan nem tudjuk az egységeket irányítani, kizárólag a katonáinkat, de a városunk gazdaságára, vallási helyzetére és az emberek jólétére óriási hatással voltak döntéseink. A legtragikusabb dolgok is pillanatokon belül valódi tömegkatasztrófát jelentettek, például, ha tűzoltó állomás hiányában kigyullad egy ház, akkor az pillanatokon belül végsöpör az egész városon, és a hamunk kívül más nem is marad. Ha pedig valaki csatázni szeretett volna, hát arra is volt lehetőség, először vasat kell készíteni, vagy kereskedni érte, aztán akadémiát létrehozni a katonanövendégeknek, majd zászlóaljakba sorozni őket, hogy készen álljanak a csatákra. Ha például az ellenfél támadásra felkészületen ér például, akkor bármekkora is volt a gazdaságod, csak hamu és por maradt a birodalmadból. A Spellforce az egyik legkülönlegesebb játék a listán, hiszen ez nem csak egy valós idejű stratégia, hanem egyszerre egy szerepjáték is, ugyanis saját hősünket akár third person, vagyis harmadik nézetből is irányíthatjuk, illetve a történet során szinteket lépünk vele, fel lehet gírelni, és egyre több skillt és varázslatot is taníthatunk neki. Amit marhára imádtam ebben az egyébként német fejlesztésű játékban, hogy ahogy a sztoriban előrébb jutunk, úgy nyílnak meg különböző új típusú egységek, épületek és varázslatok is számunkra, valamint új hősök is, persze egyébként később különböző fajok, és ezáltal a játék soha nem tudott ellaposodni számomra. Sajnos a játék a vége felé már csak akkor játszható, ha nagyon-nagyon profin és taktikusan haladtunk előre a legjobb hős egység kombinációval. Emiatt végig soha nem sikerült vinnem a játékot, amit azóta is bánok, de ha éppen lesz 60 fölös órám, akkor egyszer lehet, hogy visszanézek erre. Nem lesz ilyen soha, csak azért mondtam, hogy ne érezzem magam szorul, mert soha nem vittem végig a játékot. Ha valaki nem ismeri az Age of Empires sorozatot, az vagy egy barlangban élte idáig az életét, vagy annyira fiatal még, hogy nem találkoztatott az egyik legnagyobb mesterművel, amit valaha digitális játékként kiadtak, ez pedig az Age of Empires 2. Az AOE 2-t rendkívül nehéz tömören összefoglalni, hiszen a ma meglévő RTS játékok java része ebből a franchise-ból inspirálódott, tehát csak a kedvenc dolgaimat emelném ki. Trebuchék!
mindig is imádtam nézni, hogy ezek a középkori hajtógépek széttépnek egy kastélyt. Paladinok! A legerősebb, legbikább, legdurvább lovasság a játékban. Teuton lovagok! A legerősebb gyalogság a játékban persze csak különleges egységként elérhető, de hú, de oda vertek. Kobra kocsi! Azt hittétek, hogy ebben a korban nem volt a gépfegyverrel felszerelt sportautó? Hát rosszul tudtátok. Elég csak egyetlen dallamot hallanom az Age of Empires 2-ből. Egy parasz felkiáltásából. Húsás Mither. Ja. Vagy bármelyik játékbeli hangból összetéveszthetetlenül felismerném bármikor. Aki még nem próbálta ki, annak ajánlom a kampányokat, majd utána pedig jók a szórakozni a pályaszerkesztőben. Na most véged van, te gonosz, csúnya, rossz ellenfél. Gyerünk, vitézek! Csatára fel! Hey! 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 Én? Mit akarsz? Igen, te ott! Fel tudnád adni a mobilom? Véletlenül leesett nyilazás közben. Mi a fuck? Warhammer Total War. Gyerekek, ez a játék egy igazi mestermű, a Grand stratégiák egyik legfényesebben tündöklő csillaga. Aki nem hallott még a Warhammer világáról, annak tényleg ajánlom, hogy tájékozódjon az interneten, mivel szerintem a Gyűrűk Urát, a Hobbitot és a Harry Pottert egybegyúra sem találsz ennyire régre visszamenő, fantasztikus történetek garmadáját felmutató franchise-t. A Warhammer egy szóval leírva badass. És ha annó nem Pokémonnal kezdtem volna el a csatornát, hát ez lett volna a másik szerelmem, amikor én szívesen felépítettem volna egy közösséget. Szóval a Warhammer a Total War formulában egy kétszinteres játék. Birodalmunkat, diplomáciánkat és fejlesztéseinket a világtérképen kezeljük körökre osztott rendszerben, a csaták ostromok lebonyolítását pedig élőben zavarhatjuk le. A kedvenc népen mindközül a Lizardmenek vagy Seraphonok, Age of Sigmarban, akik a kontinens őrzői és a Skavennek nevezett patkány nemzetsége legnagyobb ellenségei. Hőseim óriási stegadonok, karnoszauruszok vagy akár pterodaktilok hátán vihetik csatába a számtalan féle fajta egységből álló dinoszaurus századaimat, és törölhetik el a gusztustalan pestis patkányokat Lustria színéről. Uram, uram, a patkányok délről támadnak minket. Szemmé szem maradjon belőlük. Ti építek ki a szívüket és fajjátok fel. Rágjátok tavatokra a belsőségeiket. Marcangoljátok fel a gyermekeiket és döffjetek karót a szájékbe. Borítsátok lángokba az otthonaikat és szarjátok bele a halott tetemeikbe. Ja, amúgy majd kérem a főpatkány fejét vacsira olyan mustáros pázom, mint múltkor. Igen, én uram, értettem. Kedves papuram, kinek áldozunk ma? Hát a bálna istennek, hogy Bülire eressze a toplistás videóját. De papuram, ezért tényleg feltétlenül muszáj kivágni a Józsi szívét? Hát persze, hogy muszáj, kedves barátom. Az istenek csak az ember áldozatból értenek. Theocracy, vagy Teokrácia, ha hiszitek, hanem egy 2000-ben kiadott magyar és lengyel fejlesztésű játék, ha jól tudom, ami életem első valódi belemerülését hozta egy stratégiai játékba. A Theocracy a 15. század amerikai őslakos indiánjainak világába enged betekintést, ahol a fő kampányban 100 évet kapunk arra, hogy az egész kontinenst elfoglaljuk, és felkészülve várjuk a spanyol hódítók megérkeztét. Borzasztó nehéz összefoglalnom, hogy miért találom fantasztikus játéknak a Theocracy-t, de megpróbálok kiemelni pár dolgot. Elképesztően korhú épületek, ruhák, hősök, hangok, zenék, történetek, rengeteg jó átvezető videóval és háttérsztorival. Hihetetlenül egyedi csatarendszer, egyfajta euforikus érzés bármelyik ütközet, mivel tudod, hogy a tét a saját néped boldogulása, és az ellenfeled nem gonosz, szintén csak túlélni próbál ebben a viszontagságos világban. A különböző mágiák és a hozzátartozó papok és zikkuratok jelenléte a játék egyik fénypontja, amit még félelmetesebbé tesz, hogy a manát a varázsigék használatához csak úgy kapunk, ha saját rabszolgáinkat áldozzuk fel érte. Aztán, ha 100 év után minden ready, akkor jönnek a gonosz spanyolok, hogy kiugassák az indián bőrünket. Emlékszem, amikor először láttam a spanyol inváziót, és megrendítő volt látni, hogy mennyire nem volt fair a küzdelem annó. Szerencsére itt lehet varázsolni, szóval a spanyol hódítók bekaphatják. Na mit gondoltok, mi kerül fel a dobogó legfelső fokára? Hát, aki egy picit is ismer, szerintem nem fog nagyon meglepődni. A valaha volt kedvenc valós idejű stratégiai játékom, a Warcraft 3, The Frozen Throne. Hú, tudjátok, mennyire vártam már, hogy ezt kimondhassam? A Warcraft 3 annyira szorosan kötődik a fiatal koromhoz, akár csak a Pokémon, a World of Warcraft, vagy éppen a Star Stable Online. What?
komolyra fordítva a szót, aki még nem játszott vele, 2019 második felében a Blizzard újjáéleszti a 2002-ben kiadott játékot, és ti is lolom meg Clash Royale-on nevelkedett. A bugfishok is megtapasztalhatjátok, mennyire badass játék volt az RTS-ek nagypapija. A Warcraft 3-at én gimnázium alatt kompetitíven játszottam, esténként klánháborúkon vettem részt, sőt, hétvégén még versenyekre is eljártam Budapesten. Ez a közösség a mai napig fontos számomra, habár sok emberre már nem tartom a kapcsolatot a régi időkből. Arra emlékszem, hogy főleg Human Cast-tal játszottam, és a kedvenc taktikám az Archmage plusz Mountain King, Mass Rifleman, Mass Caster, Mortar Team volt, amit 2v2-ben, ha valaki jól kezelt, nagyobb hozzáértés nélkül is győzelemre lehetett vinni. Ha valaki egyébként nem tudná, az egész MOBA stílus, vagyis a Dota 2 és a League of Legends is a Warcraft 3 egyik modjának köszönheti a születését. A Dota, vagyis a Defense of the Ancients ugyanis egy Warcraft 3-as custom pálya volt, és már a korábban is kompetitív szénával rendelkezett. A War 3 a valós idejű stratégiák fénykorát jelentette az életemben, és örökre boldog nosztalgiával tekintek vissza rá. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, ha szeretnéd, hogy legyen még hasonló, akkor dobj egy lájkot vagy kommentelj, hiszen ezzel tudsz leginkább inspirálni az új videók elkészítésére. Fej, örülök, hogy végre ez is lekerült a bakancs listámról, de már látom, hogy mi lesz a következő nagy feladat. Ahogy magad is láthatod, Mark épp oly játékos és erőszakos, mint volt, különösen így vacsora időtájt. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem tetszett, hogyha szeretnél még több ilyen videót, akkor a leginkább lájkkal vagy kommenteléssel tudsz engem inspirálni. Tudom, hogy egy csomó beváltatlan ígéretem van, de igazából annyira nem izgat, azt csinálom, amit szeretek, és hogyha van kedvem kitenni egy ilyen videót, akkor megcsinálom nektek. Szóval köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, és ne felejtek el a legfontosabb dolgot, vigyétek a cetekert. Pacsi!